Németné Szilágyi Ilona a bölcsőde vezetője elmondta, hogy a beruházás mintegy 550 millió forint vissza nem térítendő terület és településfejlesztési operatív program pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. Az intézményünk az 550 millió forintos visszanemtérítendő toppos pályázatból épp nem épült újjá, hanem lett fölügyítva. A felújítás, nem csak felújítás történt, hanem férőhelybővítés is. Két plusz két csoportunk fog majd indulni 28 férőhelyjel. Régen négy, kettő pavilonban négy csoporttal működtünk, most három pavilonba hat csoport elhelyezésére van lehetőségünk. Eddig 56 férőhelyjel működhettünk, a felújítás és férőhelybővítés után már 84 férőhely biztosítja a gyermekek elhelyezését intézményünkbe. Örömmel mondhatom el, hogy nem csak férőhelybővítés és felújítás történt, hanem öt új munka lehetőséget is biztosítunk a felújítás alkalmával. Négy kisgyermeknevelő és egy bölcsödei dajka fog felvételre kerülni a nyitással egy időben. A továbbiakban arról is szólt, hogy a felújított bölcsöde a megújult eszközkészlet mellett a 21. század modern modernkori követelményeinek kiválóan megfelel olyannyira, hogy a középső pavilonra felhelyezett napelem a jövőbeni korszerű energiaellátásban nyújt majd segítséget. A bölcsi a kapuit apró előtt várhatóan október 17-én hétfőn nyitja meg. Teljes ö, ö, eszközkészletünk ö, megújul, ö, csoportszobákba, fő fürdőszobákba, az dolgozókat kiszolgáló szociális helyiségekbe, irodák is teljes mértékben felújulnak, valamint örömmel mondhatom, hogy a konyha, mivel, ugyan, mivel mi saját főzőkonyhával rendelkezünk, teljes mértékben az is felújult, és az előírásoknak megfelelő helyiségek kialakításával tényleg egy nagyon hiper super konyhával fogunk rendelkezni.